Az előadás címe Buborékok képe, káprázatok, a szappanhártyák színes világa. Többé-kevésbé mindenről szó lesz az előadásban. Mielőtt a szappanhártyákról és a buborékokról kezdenénk beszélni, nézzük meg, hogy ezekben a jelenségekben mi lehet vajon a közös. Hogyha ezt egy ilyen rejtvényként adnánk föl, akkor a megoldást azt fejjel lefelé kellett volna írni, én ezt sajnos nem tudtam megvalósítani a kompjúteren. Úgyhogy a rovarok úgy sétálnak a tavak felszínén, mint az emberek az utcán. A füstös diszkóból hazatérve ruhánkon, hajunkon sokáig érezhető a füstszag, gyomorrontáskor az orvos a betegnek széntablettát rendel. A gyerekek szappanos vizet kérnek, ha buborékokat akarnak fújni. Ezekben a jelenségekben a közös az, hogy minden esetben határfelületekkel találkozunk. Az első esetben a víz felszíne az rendkívül gazdag az élővilága a víz felszínének, a tavak felszínének. Ez azért van, mert a víz felszín egy kicsit másképpen viselkedik, mint a víz belseje. A másik három állításban az a közös, hogy nagyon kis tömegű anyagból nagyon nagy felületet lehet előállítani. Azt szoktuk mondani, hogy ezek úgynevezett nagyfajlagos felületű anyagok. A szappanhártyák is, a szappanbuborékok is ezek közé tartoznak, és ezek a nagy felületek, amikor kis anyagmennyiséget nagy felületre kényszerítünk, akkor mindig nagyon érdekes tulajdonságok jelennek meg szemben az oldatokkal vagy a tömb anyagokkal. A téma, azt állítom most itt, lehet, hogy meggyőzöm a tisztelt hallgatóságot, vagy nem, hogy a buborékok izgalmasak óvodás gyerekeknek és kutató tudósoknak. Az óvodás gyerekek azok ilyen kis játékkal szokták fújni a buborékokat. Aki nagyobb buborékot szeretne fújni, az más eszközökhöz folyamodik. Például, és még szeretnék buborékot is csinálni, mert eddig csak csövet csináltam. Így lehet buborékot is csinálni, aztán lehet, hogy még egyet sikerül csinálni. Tehát keretet kell készítenünk, és ezzel nagy buborékokat, csöveket lehet készíteni. Illetőleg egy jó módszer, hogyha veszünk egy darab papírt, és a papírt bemártjuk az oldatba, akkor ehhez már kémiát kell tudni, a papír szerkezetét ismerni kell, a papírban kapillárisok vannak, a kapillárisokban felmegy a víz, ez az oldat, és hát akkor tudok nagy buborékot fújni, hogyha anyagom van, ezért most valószínűleg már nincsen benne hártya. Tehát tulajdonképpen mindenki megtalálja magának érdekeset a buborékok és a szappanhártyák világában. Több tudományterületet is érint ez a téma, többféle területen is érdeklődnek a szappanhártyák és a szappanbuborékok fizikája iránt, illetve a tudománya iránt, hiszen látjuk, hogy a kémia a molekuláris felépítést, a habok tulajdonságait, a szappan buborékok halmazát szappan habnak hívjuk. Ezt ilyen szépen lehet definiálni az egyszerű dolgokat, ha megpróbálunk egy kicsit, ha összeszedjük magunkat. Egy egész kozmetikai ipar épül erre, tehát nagyon fontos az, hogy jó tulajdonságú anyagokat kísérletezzenek ki. Hogy a fizikát miért érdekli, erről én szeretnék egy kis áttekintést nyújtani, természetesen a teljesség igénye nélkül. Matematikát,
a minimál felületek megjelenítésére, matematikusok a minimál felületek megjelenítésére használják, mindjárt fogok mutatni mindegyikre példát. A biológusokat is érdekli, a 20. században a sejtmembránok szerkezetének a felderítése, kutatása során észrevették a hasonlatosságot a szapahártyák és a sejtmembránok között, és sokkal egyszerűbben hozzáférhetőek a szapahártyák. A sugárállatkák vagy radiolárják felépítése kísértetiesen hasonlít a habokhoz. A művészetek, a festészet és az építészet is felhasználja az itt szerzett tapasztalatokat. Pillanatnyilag is kutatják ezt a témát. Szokatlan vékonyodási sajátságokat ismerhetünk meg a szapahártyák kapcsán. Kétdimenziós áramlásokat lehet előállítani modellként az áramlások tanulmányozásában, és a csillagászok is használják a szapahártyákat bizonyos jelenségek modellezéséhez. A minimál felületek megjelenítése azt jelenti, hogy adott peremfeltételek mellett, például a mi esetünkben, hogyha egy olyan felületet szeretnénk mutatni, amelyiknek a lehető legkisebb a területe, de azzal a feltétellel, hogy ennek a felületnek tartalmaznia kell a kocka minden élét, akkor ez egy fáradtságos munka, a komputerek világában most már nem annyira, de régebben fáradtságos munka volt, a differenciál geometria foglalkozott ezzel, de hogyha bemártjuk a, persze látni ott nem látja a tisztelt hallgatóság, de ugyanaz van a jobb felső sarokban, mint amit én itt most előállítottam, ugyanaz a kép, akkor a szapahártya megteszi azt a szívességet, hogy azonnal kirajzolja azt a felületet, amelyik a legkisebb területű. Ha különböző struktúrájú kereteket készítünk, akkor nagyon egyszerűen gyönyörű felületeket tudunk előállítani. Ha valaki nem tud forrasztani, akkor szívószálakból is lehet különböző ilyen térbeli idomokat, kereteket, drótkereteket készíteni, és mindenki maga tanulmányozhatja ezeket a szép felületeket. A biológiában egy sejtmembrán felépítéséről két képet szeretnék mutatni. Ha megismerjük a szapahártyákat, akkor a hasonlatosságot azt azonnal észre fogjuk venni. A sugárállatkák vagy radiolárják, azok habszerű képződmények, valószínűleg itt is a minimál felületek megvalósításával kapcsolatos az ilyen struktúra gyakorisága. Az építészetben is használják. Nagyon érdekes az, hogy a természet nagyon sok olyan építményt produkál, amely építményeknél nagyon görbült felületek és bonyolultabb struktúrákat látunk. Mi itt a mi világunkban ezek a szögletes, derékszögű építmények azok az érdekesek. Biztos érdekes lenne utána járni, hogy miért ez alakult ki. És egyre inkább készítenek olyan szerkezeteket, amelyek a természet barátabb szerkezetek tulajdonképpen. Például a 2008-as pekingi olimpiának az úszó csarnokát, azt habszerű födémmel látják el. Elég egyszerű ennek a szerkezetnek az előállítása, néhány meghatározott szögben illeszkedő határtalálkozást kell csak megcsinálni, és teflonlapokkal borítják. Üvegből ilyet természetesen nehéz megcsinálni, mert hát egyrészt nagy, nehezen is kezelhető, illetőleg a tömege is nagy, és ezért nehéz. A kutatás az, itt ugyan gyereket lehet látni hatalmas méret, úgynevezett gigantikus szappanhártyák mellett. A szappanhártya az egy kicsit más, mint a miénk, amelyekkel majd mi itt megismerkedünk, mert két damil között akár 10 méter magas ilyen szappanhártyát is elő lehet állítani. Az a különbség köztük, hogy itt állandóan folyik a folyadék, tehát fölülről állandóan folyadék utánpótlást kap a hártya, és alul elvezetik, és cirkuláltatják.
Ez a kétdimenziós áramlás különböző akadályokat téve az áramlásba, illetőleg az örvényképződést tanulmányozva nagyon hasznos információkat szerezhetünk az áramlás sajátságaira. Egyébként itt az egyetemen is foglalkozik egy kollégánk ezzel a témával, Horváth Viktor, aki jelen is volt, amikor ezeket a gigantikus szappanhártyákat Pittsburghben előállították. A szappanhártyák tudomány története is nagyon érdekes, csak a teljesség igénye nélkül felsoroltam néhány nevet. Pirossal kiemeltem azokat, akik kifejezetten a szappanhártyákkal foglalkoztak. Ugye Newtonról sok mindent tudunk, sok mindennel foglalkozott, de nem lett meg bennünket, hogy optikai tulajdonságokkal is, optikai jelenségekkel is, hiszen biztos mindenki hallott a Newton gyűrűkről, aki már a mondjuk harmadik osztályba jár, akkor valószínűleg valamit tanult róla, de tudják azt, hogy a gravitációs vizsgálatok mellett optikai vizsgálatokat is folytatott. Plato volt a belga tudós, aki a szappanhártyák, illetve a habok szerkezeti felépítésében az úgynevezett Plato szabályokat megállapította. A matematikusok használják is ezt a fogalmat. Szappanhártyák találkozása és a szappanhártyákból álló élek találkozása meghatározott szögben történik, 120 és 109,5 fokos szögben. Ezek az úgynevezett Plato szabályok, ebből lehet felépíteni, aztán megérteni egy szappanhabnak a struktúráját. Gibbs amerikai tudós volt, aki vékonyodási mechanizmusokat vizsgálta, és azt, hogy vajon miért stabilak a szappanhártyák, hiszen azt szoktuk mondani, hogy olyan rövid életű, mint egy szappanbuborék, elő lehet állítani stabil szappanhártyákat, és Rayleigh-t kell még megemlíteni, aki a fizikának nagyon sok területén tevékenykedett, igen jó hatásfokkal. Ő a szappanhártyák, az előbb húzott ilyen szappanhabcső alakját, ezt a befűződését, ezt meg lehet érteni, hogyha tanulmányozzuk a munkásságát. A végén Cyril Eisenberget kell megemlítenem, aki napjainkban, Angliában tevékenykedik, és nagyon sokat tett a szappanhártyák népszerűsítésére, a Szappanhártyák és buborékok tudománya című könyv megírásával. Elméleti fizikus egyébként, és nagy komoly igényességgel készült az a könyv, tudományos igényességgel. Tisztelt hallgatóságot, most én itt kutatásra szeretném otthon sarkalni, és az esztétikumon, a játékon, a látványon keresztül el lehet jutni a varázslatos tudományhoz, mégpedig megfelelő oldatok és megfelelő kellékeknek a oldatok elkészítésével és megfelelő kellékek beszerzésével. Az oldatok azok, itt háromféle oldatot soroltam fel. Ha az ember elkezd a szappanhártyákkal foglalkozni, azonnal kiderül, hogy különböző oldatokból, különböző összetételi oldatokból, különböző típusú hártyákat lehet előállítani, attól függően, hogy milyen tulajdonságát szeretnénk a hártyának vizsgálni. Ha azt szeretnénk vizsgálni, hogy ilyen szép színek alakulnak ki a hártya felszínén, akkor olyan hártyát kell készítenünk, olyan anyagot kell választanunk, amelyik nagyon viszkózus, lassan folyik le, hiszen egy függőlegesen, majd mindjárt a kellékeknél fogom mutatni, hogy egy dobozt föl lehet használni arra, hogy ezeket a tulajdonságokat vizsgáljuk. Ha a doboz száját belemártjuk a megfelelő oldatba, és belül kibéleljük a dobozt matt fekete papírral, hogy mindenféle zavaró fényvisszaverődéstől mentes legyen, akkor a felületről visszavert, mert a szappanhártyákat visszavert fényben kell tanulmányozni, mindig háttal állunk az ablaknak, és szembefordítjuk a szappanhártyát, akkor a hártyáról visszavert fény mutatja majd a legszebb képet, illetőleg mesterséges megvilágításnál is, de erre kell törekedni. Ha fényképezni akarjuk, sose szabad rávilágítani, hanem egy fehér papírra kell világítani, és a papír rászórja a fényt, és akkor a szórt fényben nagyon szépen megjelennek a színek. Tehát akkor 100 ml vízhez 100 ml glicerint teszünk,
és mosogatószert, kinek kedve szerint választ a mosogatószerből, úgyse lehet kétszer egyforma szappanhártyát csinálni, még akkor se, hogyha mindent ugyanúgy csinálunk, vagy szappanoldatot, még akkor se, ha mindent ugyanúgy csinálunk. A mosogatószerek közül az a legjobb, amelyik a legkevesebb adalékot tartalmazza, a legolcsóbb és a legegyszerűbb mosogatószer, illetőleg a legolcsóbb ilyen egyéb habzóanyag. A második oldat az buborékfújásra alkalmas, a összetételű. A harmadik oldat pedig egy érdekes jelenséget, oldattal egy érdekes jelenséget lehet majd megfigyelni. Elég sok mosogatószer tartalmaz az előző kettőhöz képest, kétszer annyi mosogatószer. Milyen kellékek szükségesek? Hát amiről én most itt beszámolok, a kísérletek eredményéről, amit tényleg mindenki otthon megcsinálhat, maga, ha beszerzi azokat a kellékeket, amit felsoroltam, ilyen tejásdoboz, ami belülről ki van fekete papírral bélelve, szívószálak, oldatok, gyertya, gyufa, műanyagdobozok, tálak, amiben ezeket a lötyöket bele lehet tenni, törlőpapírok, mert glicerint kell hozzáadni, a kozmetikai ipar használ glicerint, ragad a glicerin, és hogyha itt húzzuk ezeket a szappanhártyákat, előbb-utóbb itt minden ragadni fog, úgyhogy otthon is, a Honyák tanár ura múltkor arra biztatta a tisztelt hallgatóságot, hogy rontsák el a televíziót. Én csak arra biztatom a tisztelt hallgatóságot, hogy csináljanak rendetlenséget a konyhában, ezután a kísérletezés után. És nézzük akkor, vágjuk. Ja, és akkor a legfontosabb, hogy szerezzünk be egy magnót és zenét is kell produkálnunk. Ezt már látták, ezt azért tettem ide föl, hogyha véletlenül nem sikerülne itt ez a kísérlet. A szappanhártyás kísérletek sikeréhez hozzátartozik az, hogy ne legyen nagyon meleg a teremben. Ugye mindenki 60 wattot jelent, 60 wattot képviselik körülbelül, számolják ki, hogy itt most hogy megemelkedik a hőmérséklet, ezért is nem mertem vállalni azt, hogy ezeket a kísérleteket itt élőben megmutatom, hanem mindegyiket fölvettem videóra, előbb-utóbb, mondjuk talán ez az egyedüli megbízható kísérlet, ami itt megvalósítható. A laboratóriumban a hallgatóink is csinálnak ilyen kísérleteket, és ez még ennél is jobb volt, mint amit én itt produkáltam. Na most a következő az egy videófelvétel. Ha ezt otthon meg lehet csinálni, ha egy viaszos vászonnal borított asztalra fújják a buborékot, alá kell egy kicsit nedvesíteni, és akkor nagy buborékot lehet fújni. Mindig akkor pattan el a buborék, ha hozzáér egy nem nedves anyaghoz. Egyébként úgy győződhetünk meg a szappanoldat jóságáról, hogyha fújunk egy nagy buborékot a papírral, a papír is mennél rosszabb, annál használhatóbb a buborékfújásra, tehát mennél gyengébb minőségű. Hogyha benedvesítjük a kezünket, és belenyúlunk a buborékba, bele tudunk nyúlni a buborékba, anélkül, hogy szétpuppadna a buborék, hogyha a kezünk az ugyanolyan szappan oldattal bevont, mint amilyen a buborék. Ha most itt az ember ezt végignézi, akkor nagyon érdekes dolgokat tapasztalhat, és ha attól függ, hogy mi az, ami érdekel bennünket a szappanhártyákkal kapcsolatban, ha például a szappanhártyák színei érdekelnek, szeretnénk tanulmányozni a szappanhártyák színeinek a sorrendjét, és szeretnénk megérteni, hogy vajon mitől ilyen ez a sorrend. Ha az ember figyelmesen megnézi, akkor sem a prizma színkép sorrendjéhez, sem a CD-n kialakuló elhajlási színkép sorrendjéhez nem hasonlít. Tehát meg kell próbálni megérteni, hogy vajon ezek a színek hogyan alakulhattak ki, hát erről fogunk hamarosan beszélni. Az, hogy különböző oldatból különböző vastagságú, vagy különböző módon vékonyodó hártyákat lehet előállítani, mutatja ez a kísérlet. A bal oldali látszik, hogy sokkal gyorsabban vékonyodott, fölül feketének látszik már, míg a jobb oldali az még nem. A más is látszik, ha próbáljuk a szappanhártyákat valamilyen módon zavarni, tapsolással lehet zavarni, vagy hogyha mozgatjuk a levegőt előtte, akkor ha megszűnik ez a zavar, akkor az a színsorrend, az,
az a helyére áll. A jobboldali hártya az egy ilyen nyugodt, nekem jobboldali, tisztelt hallgatóságnak is jobboldali. A színek nem egészen ilyenek, mint amit ott látnak. Torzít egy picit a vetítés. A baloldali az pedig nem csak azért mozog a hártyában, nem csak azért mozog a folyadék, mert valaki előtte mozgatta, hanem az egy olyan típusú, hogy eredendően is mozog benne a folyadék. És akkor, hogyha az ember egy kis zenét is produkál, akkor nagyon érdekes a fizikában több helyen használható jelenséget felfedezhet a hártyákon. Miért nem akar ez itt nekem szólni? Ezt pedig teljesen föltekertem. Kerül, nézd meg, légy szíves. Elindítjuk még egyszer, mert itt nagyon sok érdek. Miért nem szól az? Rossz helyre dugtam? Hát, oda dugtam, mama. Ez a Rod Stewart-i szép halkan, pedig nagyon hangosan akartam, ezért ide... valami kontakthiba. Ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy kontakthiba. Nem tudom. Ez nagyon hangosan szólt még, ha most nem biztos, hogy elhiszik nekem. De van egy másik, ezt megállítom, és a következő, a biztonság kedvéért, most megbolondulunk tőle. Figyelni, hogy többféle dolog látszik rajta. Állítom, de van még a végén egy másik hártyával elkészített hasonló. Ugyanezzel a zenével, mert azt szeretném kutatni, hogy a különböző típusú hártyák hogy viselkednek, ugyanazt a zenét kell alkalmaznom. Na, mit látunk ezen azon? A színesen sokkal szebb lett volna, de azért lehet, hogy látták. Egyrészt a nyugodt hártyán színes csíkrendszert látunk ismétlődő sávokkal. A színek függőlegesen mozognak, a csíkok szélesednek, hogyha az ember sokáig figyeli. Aztán a színek kavaroghatnak, egy fekete hártya jelent meg a legtetején ennek a doboznak, és a zene hatására világos, fényes és sötét koncentrikus köröket lehetett
felvillanva látni ezen a felületen, ezért lett volna jobb, ha azt az elsőt látjuk, mert azon többször a színes háttéren jobban látszódnak ezek, de azért ezt még meg fogjuk egy picit vizsgálni közelebbről. Továbbá az látszott, ez nagyon jól látszott ezen a hártyán, ez nagyon vékony hártya volt, hogy ilyen egymással szembe örvénylő, szimmetrikus örvénylő tartományokat is föl lehetett fedezni. Most akkor, ha ilyet lát az ember, akkor megpróbál magyarázatot keresni. Hát egyrészt a kémia segít, mert a szappanhártyák felépítése, a felépítés meg a tulajdonság az mindig kapcsolatban van egymással, ezért érdemes megismerni a felépítésüket. A fizikában keressük a színek és a koncentrikus gyűrűknek a magyarázatát, a matematika meg úgy egyébként is segít a leírásban, illetőleg, hogyha végképp nem boldogulunk, mert nem rendelkezünk megfelelő ismeretekkel, akkor azt mondjuk, hogy ez a jelenség olyan, mint egy másik, ehhez hasonló, az nagyon jó út arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy miben különbözik, meg miben hasonlít, tehát az analógiáknak is van haszna, az analógiák alkalmazásának is van haszna. A szappanhártyák szerkezetére akkor a kémiában keressük a választ. A vékonyodás, a szappanhártyák vékonyodásának a módja, az ugye itt a függőleges volt a hártya, tehát a nehézségi erő az belejátszott a vékonyodásba. Áramlás meg párolgás szintén szerepet játszik a vékonyodásnál, ezért mondtam azt, hogy ha nagyon meleg van, akkor a meleg az nem tesz jót a szappanhártyáknak, mert intenzívebb lesz a párolgás. A glicerin az arra való, ugye a kémiai tanulmányunkból tudjuk, hogy a glicerin az víz visszafogó, higroszkópos sajátságú, tehát egyrészt benne fogja a hártyában, ennél a sajátságánál fogva is a vizet, illetőleg a viszkozitását megnöveli, a belső súrlódását, a hártya belső súrlódását, amitől a vékonyodás az lassabban játszódik, hosszabban tudom tanulmányozni a hártya sajátságait. A hanggal való rezgetés során, ugye akkor a rezgő membránok, hát egy közismert rezgő membrán, az a dob, rezgő membránok jutnak az eszünkbe, és a rezonancia jelenség ezt a hullámtanban a harmadikos vagy tizenegyedikes tanulmányaik körül kell keresni. A fényes gyűrűk eredetét szintén ott álló hullámok tudnak kialakulni, szappanhártyákon is, a felületen meg szoktuk határozni, hogy egy kifeszített húron milyen álló hullámok alakulnak ki, hát ez, mondhatom azt, hogy ez kétdimenziós húr tulajdonképpen az a szappanhártya, az egy membrán. És végül az örvények viselkedését, ha azt szeretnénk megérteni, ez nem olyan nagyon egyszerű, én azt gondolom, hogy még most se igazán tisztán értik, hogy abban a nagyon vékony tartományban, mindjárt beszélünk róla, hogy mennyire vékony, a nagyon vékony tartományban hogy tud egy ilyen intenzív örvénylés kialakulni. Ugye tanultunk arról, hogy a vízfelszín, a levegővel érintkező vízfelszín, a sajátságainak a magyarázata az a víz nagy felületi feszültsége. A felületi feszültséget szigmával jelöljük, nem mindenhol tanulnak felületi feszültséget, mert nem tananyag. Szigmával jelöljük, newton per méter vagy joule per négyzetméter az egysége, ebből is lehet látni, hogy egy adott vonaldarabra, a felületben fekvő egy adott vonaldarabra ható erő, illetőleg a felület egy adott területének az energiatartalma, tehát kétféle jelentése is van. Mindez azért alakulhat így ki, mert a felszínen lévő molekuláknak a szomszédja, az egyik szomszédja az a folyadék, a másik szomszédja a levegő, és ez a kiegyenlítetlenség, ez felelős azért, most a részleteikben nem nagyon megyünk be, hogy a felület ilyen sajátságokkal rendelkezik. A kisgyerek is azt mondja, hogy adjon az anyukája egy pici mosogatót, hogy buborékokat fújjon. Vajon miért kér mosogatót, miért nem lehet buborékot fújni vízből? Hát lehet, minden folyadékből lehet hártyát feszíteni, csak nem lesz hosszú életű. A vízhártya a különösen nagy felületi feszültsége miatt nem hosszú életű. Ha a vízbe ilyen
sajátos szerkezetű anyagokat, mint amilyenek a mosószerek meg a szappanok, úgy hívjuk őket, hogy amfipatikus ionok. Ugye a szappanok azok a palmitinsav, stearinsav, zsírsavak, nátrium-káliumsói. A nátriumsó az a szilárd szappan, a káliumsó a kenőszappan, a káliumsója az a kenőszappan, a káli szappan, amit a festők használnak, az ilyen csúszósabb sokkal, mint a közönséges szappan. Az az érdekes sajátságuk van, már molekuláris szinten van az az érdekes sajátsága, hogy egy hosszú szénlácból és egy apoláros, vagy apoláris, már nem is tudom, hogy mondják, így is, úgy is, tulajdonságú szénláncból és egy poláris tulajdonságú karboxilcsoportból, illetve hát diszociált ionból, karboxil ionból áll. És ez a sajátság az vízkedvelő, illetve víztaszító tulajdonságokkal ruházza fel ezt a molekulát. Ezért, hogyha vizes közegbe kerül, akkor az a része, amelyik a víz kedvelő, a hidrofil, az benne található a vízben, és ezek a víztaszító hidrofob részek kifele állnak a vízből, és először egy molekulányi rétegben bevonják az egész felületet. Aztán, ha még teszünk bele, akkor benne összeállnak, megint csak ugyanolyan szerkezetűvé próbálnak rendeződni, hogy a hidrofób részek egymás fele, és kívül lesznek a víz fele a hidrofil részek, és úgynevezett micellákat hoznak létre. A micellák azok különböző szerkezetűek lehetnek gömbszerű micellák, lehetnek lemezszerű, úgy mondjuk lamelláris micellák, és itt most vissza szeretnék utalni a sejtmembránok szerkezetére. A lamelláris micellák azok hasonlítanak a sejtmembránokhoz, csak egy picit másképpen, mert a sejtmembránnak a vizet kedvelő része van kifele, és a víztaszító részek egymás felé rendeződnek. Ezek a micellák hengeres szerkezetűek is lehetnek, szénhidrogén tartályt tudnak létrehozni. Ez a mosás tulajdonképpen, a mosás az ilyen, a mosás mechanizmusa az kapcsolatos ezekkel a struktúrákkal. A piszkot bezárják a zsírszerű anyagokat a szénhidrogén tartályba, ezért az nem oldódik vissza. Na most mi történik, hogyha szappanhártyát feszítünk ezekből az oldatokból, akkor a hártyának a két felülete lesz. Mind a két felületén ilyen nagyon rendezett módon találhatók ezek az amfipatikus molekulák vagy ionok. Ezek lehetnek más, tehát nem feltétlenül kell, hogy töltéssel rendelkezőek legyenek, lehetnek. Úgy is mondjuk, hogy ezek vannak kationos tenzidek, anionos tenzidek, nem ionos tenzidek. Tehát bármilyenek, de a felépítésükben ugyanilyen szerkezetűek, mindegyik, hogy hosszú széllánc és egy fej található, amelyik kedveli a vizet. Ha a szappanhártyát megfeszítjük, akkor az történik, hogy ezek az ionok, az amfipatikus ionok a felületen távolabbra kerülnek egymástól, egy felület egységre kevesebb ilyen ion jut, és akkor itt egy kicsit a vízhez lesz hasonló az a tartomány, amelyik meg van így feszítve. Ezért az oldatból megpróbál helyreállni, az oldatból oda diffundáló amfipatikus ionok helyreállítják azt a sorozatot, ami korábban volt a felszínen, tehát megpróbálják helyreállítani a felületi feszültséget. Ezért mondhatjuk azt, hogy a szappanhártyák és a buborékok azok a felületi feszültsége az nem változik. Valójában változik ez a felületi feszültség, időlegesen változik, de mindig helyreáll a rend, mindaddig helyreáll, amíg van az oldatban amfipatikus molekula vagy amfipatikus ion. Ha elfogyott az amfipatikus ion az oldatból, akkor ugye már a buborék fújás is ezzel kapcsolatos. Ha elfogyott, akkor a rend már nem tud helyreállni, akkor a végeredménye az lehet, hogy két molekulányi rétegben, egy vizes közegben, két molekulányi rétegben helyezkednek el ezek az amfipatikus ionok,
És a fekete hártya állapot, amit már korábban említettem, az pont ezt az elrendezést jelenti, ahol most mondok először méretet, tehát a 5 nanométer vastagságú, az 5 a nanométer, az 10⁻⁹ méter, az a milliméternek a milliomod része a nanométer. A fény hullámhossza, a látható fény hullámhossza durván 350-700 nanométer. Képzeljük el, hogy ez mennyivel kisebb a látható fény hullámhosszánál ez a vastagság. Még akkor is kicsi a vastagság, hogyha több réteg így összeáll, és egy más típusú fekete hártya jön létre. Tehát két molekulányi rétegbe szerveződnek a vékonyodás során ezek az amfipatikus ionok a hártyáknak a fekete tartományában. Ha buborékot fújunk, ugye a buboréknak nagyon sajátos gömb, sajátos alakja, nekünk megszokott, hogy gömb alakú a buborék, egyáltalán nem természetes. Azért gömb alakú a buborék, mert a lehető legkisebb felületet szeretné ez az egész rendszer felvenni, és adott térfogat mellett egy vízcsepp is azért gömb alakú, mert adott térfogat mellett a gömbnek a legkisebb a felülete. A buborékban is görbülten, de ugyanaz a struktúra fedezhető fel, mint ami a szappanhártyáknál. Létezik antibuborék is. Nem olyan nagyon régen fedezték fel az antibuborékokat. Szerintem mindenki találkozott már, aki mosogatott otthon. Azt kell hozzá, hogy a mosogató belefolyjon a mosogató, tehát a mosogató csepp, mosogató oldatból készült csepp belecseppenjen a mosogató oldatba. Na most itt a másik ábrán megmutatom, hogy miért alakul ki ez az antibuborék. Ugye a buborék az egy oldatkéreg, és belül és kívül van levegő. Az antibuborék az egy olyan képződmény, ahol belül-kívül folyadék van, és egy vékony levegőkéreg zárja be a belső folyadékot. Ezt azért tudja megtenni, mert egy csepp, ez a mosogató csepp a felszínén ugyanúgy tartalmazza ezeket az amfipatikus molekulákat, tehát mint egy sündisznó, úgy képzelhető el, úgy állnak ki ezek az amfipatikus molekulák, és a felszín, amire rácsöppen, az is tartalmazza az amfipatikus molekulákat. Tehát amikor belecsöppen, akkor egy ilyen amfipatikus molekula réteg egy másikat ér, és ez így be tud záródni, és ez tartalmazza, ez fogja meg a levegőt. Nagyon érdekes optikai sajátságai vannak, a totálreflexió miatt csillognak, és lefele mozognak ezek a buborékok, ugye vízben megszoktuk, hogy fölfele mozognak a buborékok, de az antibuborékok lefele mozognak. Annál is jobban lefele mozognak, hogyha például egy picit megsózzuk a felső oldatot, szappanos oldatot, akkor nehezebbek lesznek, és szép lassan méltóság teljesen egy olyan 7 másodpercnyi élettartammal, sokkal nagyobb élettartammal, mint a buborékok, léteznek. A továbbiakban a vékonyodásról kellene beszélnünk. Ugye a szappanhártyák színét azt vékony réteg interferencia okozza. Mi az, hogy vékony réteg interferencia? Ezt a középiskolában nem tanulják valószínűleg, néha még az egyetemen se tudják a hallgatók. A vékony réteg interferencia az a következő képpen áll elő, ugye? Ahhoz, hogy az interferencia az hullámok találkozása. Nem minden hullám találkozásnak látunk eredményét, azt a hullám találkozást, amelynek látható eredménye van, például valahonnan a fényesség valamilyen periodicitást mutat, hogyha egy színes, például piros fényt használunk, ha fehér fényt használunk, akkor színes lesz a végeredmény. Tehát ez lesz az eredménye annak a hullámtalálkozásnak. Ehhez az kell, hogy egy adott
fényforrás egy ugyanazon pontjából induló fénysugarat ugyanolyan tulajdonságú időben állandó fázis különbséggel, például hullámhegy hullámhegyel kell, hogy találkozzon mindig hullámvölgy hullámvölgyel, össze-vissza nem találkozhatnak, akkor nem látunk semmiféle eredményt. Ha így ilyen elrendezést elő tudunk állítani, akkor ennek látható nyoma lesz a hullámtalálkozásnak. A szappanhártya két felületéről, a szappanhártya felső és alsó felületéről visszaver tény a C1 és a C2, a C1 és a C2 között előáll útkülönbség és állandó fáziskülönbséggel találkoznak, úgy mondjuk, hogy koherensek, és előáll útkülönbség, ezek párhuzamosak, és a szemünkben találkoznak a retinán, a szemlencsének a fókusz síkjában találkoznak, és aztán agyunk és az idegrendszerünk egy valamilyen színnek minősíti azt az eredményt, amit előállítanak. Ha nem mi akarjuk előállítani, akkor egy lencsével is összegyűjthetjük, és ezt a párhuzamos nyalábot, akkor viszont a lencse fókuszsíkjában kell keresni ezt az lesz a helye a hullámtalálkozásnak. Na most, ha belemártjuk a dobozt az oldatba, akkor először egy ilyen nagyon sűrű, a vékony csíkrendszert, ismétlődő csíkrendszert látunk, mert ék alakú lesz a hártya, amikor kiemeljük. Ha színes a hártya, akkor a hullámhosszal összemérhető lesz a vastagsága. Tehát gondoljuk végig, hogy a látható fény hullámhosszával összemérhető, vagy annál kisebb a vastagsága a hártyának, és ahogy múlik az idő, csurog lefele a hártya két felülete között a folyadék, ezek a színek, ezek a sávok egyre szélesednek, és a felső tartománynak változik ott a szín világa, és az alsó tartományban pedig azt látjuk, hogy ismétlődnek, valamilyen rendszerint ismétlődnek. Ki lehet számítani, nem fogjuk, a visszavert fényintenzitást, mitől függhet a visszavert, a szappanhártyáról visszavert fényintenzitása? Biztos függ a hullámhoztól, a látható fény hullámhosszától, hát azért látunk itt különböző színeket, biztos függ a szappanhártya vastagságától, és biztos függ a törésmutatójától. Hogyha egy ilyen formulát valaki valahol meglát és szeret a kompjúterrel játszadozni, akkor szimulálhatja is ezt a színsorrendet. Nem pont ezt látja, a színsorrend az lesz, csak nem egyenlő közül lesz, mint ahogyan azt a szimulált képen láthatjuk. Természetesen be kell írni konkrét adatokat, szappanra be lehet írni 1,41 százados törésmutatót, a koszinusz tetára merőleges beesés lehet, és akkor adódik ez a kép fehér fényre. Nem csak függőlegesre lehet állítani a szappanhártyát és tanulmányozni a színeit, hanem hogyha ennek a doboznak ide a fenekére egy ilyen nyelet erősítünk, és befogjuk a fúróba, akkor a szappanhártya az forog, és ezt a képet mutatja, amit itt az ábrán látunk. Ez teljesen ugyanolyan kép, mint az a kép, amit itt a nehézségi erő hatására a vékonyodó szappanhártya színsorrendje mutat. Elgondolkodtató itt a hasonlóság, a forgó szappanhártya és a nehézségi erőtér hatására vékonyodó szappanhártya között. A buborékok belsejében többletnyomás uralkodik, ugye hát ez senkit nem lep meg, mi fújjuk bele a levegőt a buborékba. A többletnyomás az a buborék sugarával fordítottan arányos. Nem hoztam el, van egy olyan berendezés, nem bonyolult, két cső össze van kötve egybe, egy csőbe folytatódik. Két buborékot lehet fújni rá, és megengedjük, hogy közlekedjen a két buborék között a levegő, és akkor a kis buborék felfújja a nagyot. Ez azt szokták mondani, a nagy hal megeszi a kicsiket.
Azért van ez, mert a kis buborék belsejében nagyobb a görbületi nyomás, mint a nagyban. A cseppekben a belsejében uralkodó többletnyomás az egy kicsit más, mert nem kettős felületük van, hanem egy felületük. Ugye a többletnyomást azt éppen a csepp héjában, a cseppnek a levegővel érintkező más sajátságú héjában uralkodó feszültség az, ami azzal a többletnyomással egyensúlyt tart. Ez hasonlít a labdához, ugye a labdának a kérgét feszíti, az nem lep meg senkit, hogy a labda kérgét a labdába pumpált többletnyomás feszíti. Hát a cseppnél ugyanígy van, és a labda kérgében ébredő feszültség analógiája ez a felületi feszültség. Nem véletlenül, hogy Zégner András, aki agyaktudománnyal és ilyen rugalmasságtannal is foglalkozott, tőle származik a felületi feszültség elnevezés is. Ezek a vízcseppek, ezek még több mindenről is árulkodnak, még bizonyos érdekes optikai sajátságaik is vannak, úgyhogy ezek mellett sem lehet csak úgy elmenni. A továbbiakban mostanáig a szappahártya sajátságairól beszéltünk, most pedig a felhasználásáról lehetne, hogy mire használhatjuk még azon kívül, hogy gyönyörködünk bennük, meg megértettük a színsorrendjét. A felületen kialakuló hártya színsorrendjét, hát például felhasználhatjuk a szappanhártyát a geometriai optikai tanulmányainkban a leképezés tanulmányozására. Nem kell semmi más tenni, és tényleg minden gyerek kezébe veheti a dobozt, oda tesz egy gyertyát, és egy szívószállal, amit mindig belemárt az oldatba, és csak úgy nyúl át vele a hártyán, mert akkor nem fogja kipukkasztani. Begörbíti a felületet, vagy belefúj egy kicsit, akkor domborúvá teszi a felületet, és akkor megnézheti ezzel a sík, a homor és a domború tükör leképezését. Például úgy, hogy állandó tártávolság mellett éppen a görbületi sugarat változtatja, mert azt elég nehéz egyébként megvalósítani. Ha például sikerül sötétben ezt megcsinálni, és nem látszik a hártya, akkor még egy érdekes kérdést is feltehetünk, hogy vajon mi lehet ott a dobozon, hát ha nem tudjuk, hogyha egyszer a gyertyáról, ugyanarról a gyertyáról egy fordított állású, egyszer egy kicsinyített egyenes állású, és egy majdnem ugyanakkora kép alakul ki. Nem ugyanarról természetesen. A szappan buborék nagyon érdekesen képezi le a világot. Egyszerre látunk egyenes állású és fordított állású képet, ez a plakáton is ez a kép látható. Ugye még ezt úgy nagy nehezen meg is lehetne érteni, hogy ez a két kép ez itt kialakult, de hogy aztán ez a hat kép, amelyik itt a fordított állású képeknél még előfordul, ezen a felén, ha közelebb jönnek, akkor jobban lehet látni, hogy annak mi az eredete, tehát biztos bonyolult többszörös visszaverődések és leképezések eredményeként jöhet ez létre, ezzel is el lehet gondolkodni. Kétdimenziós állóhullámoknak a demonstrálására is fel lehet használni. Ugye a szappanhártya dobhoz meg kell találni a dobverőt. A dobverő az a hangszóró és a hanggenerátor. Amikor ha azt sikerült volna hallaniuk, azt az elsőt, amit nem hallottak, akkor egy pillanatra, amikor a Rod Stewart tisztán énekelt, azokra a tiszta énekhangokra jelentek meg ezek a koncentrikus körök. Nem a kemény, az ember azt gondolná, hogy a hártya az a diszkóban használható, mert valami kemény rock zene majd jól megmozgatja. Igazából a tiszta énekhang az mozgatja meg a legjobban, mert akkor, amikor egy ilyen koncentrikus körökkel egy pillanatra az a látvány, koncentrikus körös látvány megjelent, akkor indultak el ezek az örvények is, tehát ez a két dolog, ez kapcsolatos volt egymással. A hanggenerátor az egy olyan berendezés, amely egy meghatározott frekvencia tartományban fix, határozott, jól ismerhető frekvenciai hangot produkál. Ha ezt bevezetjük a hangszóróba, mellé tesszük a hangszórót a szappanhártya mellé, akkor egy ilyen képet lehet, sorozatot lehet gyártani, akkor, hogyha változtatjuk a frekvenciáját. Hát nézzük meg akkor, hogy ez hogyan történhet.
egyre több koncentrikus kör látszik, ahogy nő a hang magassága, és egyre bonyolultabb örvénylő kép is mellé, vagy kép örvény, vagy egy ilyen pillangó szárnyszerű, úgy is hívják, pillangó szárnyszerű négyes örvénylés figyelhető meg. Ott, ahol a színek azonosak, ott a vastagság azonos, tessék ezen egy kicsit elgondolkodni, meg megdöbbenni azon, hogy abban a nagyon vékony tartományban, amelyik a hullámhosszal, a fény hullámhosszával összemérhető, hogyan lehet ilyen intenzív és ilyen érdekes mozgásokat életre hívni. Tulajdonképpen ez nem valószínű, hogy még teljesen tisztázták. Most visszajövünk. Ez a mély hang, ez egyáltalán nem szereti a szappanhártya. Tehát a szappanhártya rezonál arra a frekvenciára, ami azt szoktuk mondani, hogy az ő saját frekvenciájára rezonál. Egy kicsit becsapjuk a világot, mert ez doboz, és nem csak a hártya, hanem így ez az egész rendszer együtt produkálja azt, amit látunk. Ha a peremfeltételeket megváltoztatjuk, nem ilyen alakú, ezt ilyen elegánsan mondjuk, hogy a peremfeltételeket megváltoztatjuk, de nem ilyen alakú dobozt veszünk, hanem egy szögleteset, akkor az a kép, ami itt kialakul, az egészen más lesz. Na most nekem ezt hamarosan be kell fejezni, legfeljebb a legvégén ezt, akit érdekel, megmutatom, hogy tényleg más lesz, higgyék ezt el nekem. De szeretném még a többit is megmutatni, amit elkészítettem. Háromdimenziós állóhullámokat is lehet demonstrálni szappanhártyákkal egy masszírozógépen. A masszírozógépnek erre a felületére teszünk egy darab szivacsot, és arra fújunk egy buborékot. Miután a masszírozógépet ide dugjuk be a 220-ba, ezért a frekvenciája az adott, tehát nem tudjuk változtatni a frekvenciáját. Viszont tudjuk a buborék méretét változtatni, és azzal, hogy a buborékot közben növeljük a buborékot, vagy kisebbre vesszük, észrevesszük azt, hogy lesz majd egy buborék méret, aminél ez az érdekes alakzat megjelenik, ami a rezonanciának az eredménye. Térbeli ilyen háromdimenziós állóhullámképet elég nehéz előállítani. Vízcseppel lehet előállítani, biztosan hallottak Leidenfrost jelenséggel kapcsolatban, illetőleg a pulzáló higanyszívvel lehet egy ilyen nagyobb tömegű rendszeren úgynevezett háromdimenziós állóhullámokat csinálni. Ha a buborékot egy olyan edénybe fújjuk, amelybe alulra szódabikarbonát meg ecetet tettünk, tudjuk a kémiából, hogy széndioxid fejlődik, de nem mondjuk meg senkinek, hanem el is takarjuk, hanem csak azt mutatjuk, hogy ott érdekes módon nem akar leülni az a buborék, minden buborék leszáll, és előbb-utóbb tönkre megy. Ez pedig még lehet, hogy meg is nő egy picit, ezt is érdemes kipróbálni, ez egy ilyen virágüzletben vehető edény, semmi különösebb eszköz nem kell hozzá. A vizes habok azok buborékokból állnak, buborékok halmaza, sört már sokan ittak, hogyha kiöntenek egy kis sört, akkor figyeljék meg, hogy amikor kiöntjük a sört, a sörrel közvetlenül érintkező hab szerkezete az egészen más, mint hogyha egy picit vártunk, tehát a kiöntéskor, mint hogyha várunk egy picit. Először ilyen gömbhab keletkezik, nagyon nagy víztartalmú hab, ezt nem nagyon szeretik, mert ott áll a sör, és várják, hogy egy jobb hab alakuljon ki. De ezt szappan habbal is elő lehet állítani, sőt erre biztatom a tisztelt hallgatóságot, hogy inkább ezt figyelje meg, a szappan habot. És ha várunk, akkor a habot határoló hártyáknak a víztartalma csökken, de ezzel a gömbszerűsége is elromlik, és ilyen soklapúvá válik a hab, mert így jut a rendszer alacsonyabb energiájú állapotba, hogy a közben az úgy mondjuk, hogy a morfológiája is megváltozik. Fémekből is lehet habot csinálni, ami tanszékünkön foglalkoznak is ezekkel a
fémhabok mechanikai tulajdonságaival. Ugyanazt kell csinálni, mint a rendes folyadékkal. Megolvasztjuk a fémet, megpróbálunk benne buborékokat csinálni, és akkor a buborékok fölfújják. Természetesen adalékot is adunk hozzá, tehát nem olyan nagyon egyszerű, mint ahogy én ezt elmondtam, de viszont nagyon hasznos, mert nagyon könnyű anyagokat lehet előállítani, és nagyon érdekes sajátságú anyagokat. A szappan buborékok a művészetben is témaként szolgálnak. Vajon a művészek azok miért látják vonzónak a buborékokat? Hát azért, mert rövid az élettartama, már itt mondtam, hogy addig él, mint egy szappanbuborék, ezt szokták mondani. A tökéletes alakja, a gömbszerű tökéletes alakja, a színek és az, hogy érdekes módon tükröződik a világ bennük, ez nem csak a buborékokra, hanem ha visszagondolnak, a cseppekre is vonatkozott, mert ott is nagyon szép képeket, leképezéseket láttunk. A torzultság volt az, ami megfogta a művészeket, és szimbolikus jelentést tulajdonítottak. Azt mondták, hogy az ember az a buborékhoz hasonló, és így a képzőművészetben két helyen, két időben és két vonatkozásban kerültek elő a szappanbuborékok. Egyrészt a 17. században, amikor ezzel a szimbolikus jelentéssel bírtak, és ilyen vanitás szimbólum, ilyen elmúlással kapcsolatos témáknál alkalmazták őket, és a 18-19-20. Században pedig már rendesen a buborékfújó kisfiú például ilyen módon kerül elő a buborék. Itt ezen a néhány ilyen képzőművészeti alkotást fölvillantottam. Ezek közül a jobb felső sarokban lévő az, amelyik a Zsáver festészethez tartozik. Az elsőn látszik a halálfej, a hervat virág és a buborék, ezek mind ilyen azonos vonatkozásban kerülnek elő. Itt ezt nem olyan nagyon régen találtam az interneten, ez egy magyar vonatkozású buborékfújó. És ez az utolsó szappanhártyás, és most szeretném megköszönni a figyelmet, de ez remélem, hogy elég hangosan fog szólni, és ezen is megfigyelhetjük mindazokat az érdekességeket, amelyeket itt az elején említettem, és amiről eddig szó volt.